Ez ilyen kósza gondolat volt részemről, egy alkalommal így emlékszem elég határozottan 2019-20-ban valamikor jöttem otthonról le ide a céghez, és úgy eszembe jutott egy ilyen kósza ötlet, hogy hát jó lenne képes szakácskönyvet csinálni, olyat, amiben nem csak a receptek vannak szövegben és fényképen, hanem a háziasszonyok is benne vannak. És én itt elmondtam a kolléganőknek a cégnél, hogy mit szólnak hozzá, hát jónak gondolták, és hát rá néhány hétre, két hónapra el is kezdtük gyűjteni az anyagot, és hát az elején nem gondolkodtunk sorozatban, hanem hogy na akkor Erdővidéknek legyen egy ilyen szakácskönyve. És hát olyan jó volt a fogadtatása, és más térségekből is azért jelezték, hogy hát mi nem csinálunk csíkit, meg sepsi székit, stb., hogy akkor elindultunk, és most már a hetedik kötetnél tart, tehát a hét kötet jelent meg eddig a sorozatban. Gyergyószék, Felcsík, sepsi szék, sepsi Szentgyörgy, Erdővidék, ez volt az első, és Dabasról, Pest megyéből kettő, 100 dabasi recept, 100 dabasi háziasszony, és 100 dabasi recept férfiasan, ugyanis ez nem egy székelyföldi szakácskönyv sorozat, hanem ez egy magyar szakácskönyv sorozat. És hát nyilván az ember először itthon, ahol jobban ismerjük a körülményeket, jobban ismerjük az embereket, készültek el ezek a, vagy készülnek szakácskönyvek, de Dabas testvérváros lévén hát adott volt az ismerettség, és adott volt a fogadókészség is, és ilyen jellegű szakácskönyveket szeretnénk más, hát nem csak testvérvárosokban, hanem Magyarországról, Felvidékről, más helyekről is készíteni. Várjuk, hogy milyen ízek fognak fogadni itt az első asztalnál, és át is adom Alíznak a szót. Igen, hát itt vagyunk a remetei csapatnál, és itt, ha jól értettem, ennek a különlegessége az, hogy sűrítésképpen cukkini is van benne. Ezt mióta csináljátok így, Anuska? Őszintén én először hallottam ezt. Hát én más ételbe is szoktam használni. Ami olyan, hogy nem kell akkor liszttel, vagy ilyennel sűríteni. Én így már régebb, hogy szoktam, hogy tegyek bele ilyet. Igen, hát ezt mindenki másnak mondom, hogy a cukkini az egyik természetes adalékanyag, mert az íze nagyon jól harmonizál bármivel. Én például lekvárba is szoktam tenni cukkinit, meg zakuszkába is. Egy néhány üveggel több lesz belőle. Ebbe az a lényeg. És természetes adalék, tehát, hogy mondjam, nincs semmi mű dolog benne, és jó lesz. Hát én azt mondom, hogy kóstoljuk meg. Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Adjad, Uram, hogy jó lesen, Jézus neved dicsértessék. Akár kevés, akár sok, legyünk én te hálásak. Jézus neved dicsértessék. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Rajtam, hogy éhesen nem szabok. Csőzni az első néma, hogy tudnék leülni, és akkor egy balik óta. Egy ideje foglalkoztat az, hogy az egy dolog, hogy megcsináljuk ezeket a könyveket, de hogy azért ugye a mi könyvkiadónk, meg itt a Erdővidék Múzeuma is egy kicsit ezen a gasztronómiai vonalon is, hogy mit tud többet, mást, érdekeset csinálni, nem érdekesebbet, mert a könyvek önmagukban érdekesek, de hogy még egyéb érdekességet csinálni, mert a gasztronómiához kötődik, a gasztronómiai hagyományokhoz, és a többi. És hát akkor gondoltuk azt, annak okán is különben, hogy a koronavírus járvány keresztül húzta az erdővidéki kötet bemutatójának a szándékát, és akkor most mutattuk be az erdővidéki kötetet is, bár röviden, és hát ezért gondoltuk azt, hogy találkozzanak ezeknek a tájegységeknek a háziasszonyai, hát most, hogy nem hogy jelképesen, de olyan képen, hogyha nem tud mind a 100, nem tudunk itt 700 embert idehozni és itten fogadni, de hogy legalább egy-egy csapat képviseltesse magát az illető térségből, vagy éppen településről, lásd Dabast, ahol hát az eddig a sorozatnak az egyetlen férfias szakácskönyve az éppen a dabasi. Az illat az isteni, a tálalás is tökéletes, csak bírjuk a nap végig. Na hát a kászoniaknál vagyunk. Az érdekessége, tehát a remeteihez képest egy picit sűrűbb állagú, de hát ez megengedett a pityókás tokánynál, ki így szereti, ki úgy. Nagyon finom. Nem pozolunk már. Nem pozolunk.
A káposzta saláta az egyik kedvenc. Ebben van kömény, ugye? Ti tettetek köményt is. Kömény és babérlevél. Azt érzem, hogy olyan különleges íz. Ez a pityókás tokán is mondhatjuk azt, hogy teli találat, úgyhogy türelmetlenül várnak már itt a gyerekek a hátunk mögött, hogy megkóstolhassák. Gratulálunk, köszönjük szépen! A történet ott kezdődött, hogy 2021-ben pontosan nagypénteken keresett meg engem Demeter László azzal, hogy hozta az erdővidéki könyvet, az már megvolt, hogy egy ehhez hasonlót szeretnének Gyergyóvidéken is. Na, hát én belelapoztam a könyvbe, akkor úgy első ránézésre látszott, hogy egy lelkes amatőr csapat készítette, tehát a lelkesedés az nagyon sütött a könyvből, és én úgy láttam, hogy ott elkél egy kicsi szakértelem is, és én mondtam Lacinak akkor, hogy mondom, hogy igen, én belemegyek, de hogy ennél azért kicsivel jobb lesz, baj-e? És azt mondta, nem, sőt, ők annak nagyon örülnek, hogyha jobb lesz. Na, és aztán így ennek mentén van az, hogy azóta akárhány könyvnek fogunk neki, és megyünk ugye az újabbnál újabb adatközlők háziasszonyokhoz, mindenütt kérdezik, hogy ha miénk is ilyen lesz, mert mutatjuk örökké a régebbi könyveket, csak örökké mondom, hogy nem, hanem egy picivel jobb lesz. És ez lényegében igaz is, mert hogy mondjam, az alaphoz mindig hozzáadódik a következő könyvnek a tapasztalata, tehát az éppen befejezett könyvnek a tapasztalatai, és akkor örökké leszűrjük, levonjuk a következtetést, a hibákból igyekszünk tanulni, illetve igyekszünk ugyanazokat a hibákat nem elkövetni, amennyiben lehet még egyszer, és akkor nyilván így örökké egy picivel mindig jobb az új könyv. Én kifejezetten megdicsérném ezt a tálat, ezt a tálalást, nagyon szép, gyönyörű. Igen, a Felcsiki egészen pontosan madarasi csapatnál vagyunk. Veszem. Az nálatok termet? Nem is szép. De a tokányban is ilyen nagy kicsoltátok? Nem, nem. Neki. Kíváncsi voltam, hogy a celler az mit tud ehhez hozzáadni, és már értem. Igazából gondolkodtunk rajta, hogy... Készül a sziklafenyeret. Ez tényleg tökéletes, mert itt is kaptunk egy olyan különleges ízt, ami a másik két asztalnál nem volt. Úgyhogy gratulálni tudunk csak. Igen, az a celler. Hát ezt én is itt tanultam meg, hogy egy különleges frissességet ad a pityókástokánynak egy pici celler, nem sok. És teljesen másfelé viszi az ízvilágot. Nagyon érdekes. Csabi, te fűzőre hozzá valami. Nincs, amit mondani, annyira finom, úgyhogy látszik, hogy pont tapasztalat. Nagyon szépen köszönjük, gratulálok. A kérés az volt, hogy készítsenek az asszonyok egy pityókástokányt. Na most mindenki megfőzte a pityókástokányát, az alapanyagok lényegében ugyanazok voltak mindenkinek, tehát mindenki kapott pityókát, azaz burgonyát, ugye, és valamennyi disznócombot, és abból kellett ételt készíteni. És ha megkóstoltál kettőt, akkor te is meggyőződhettél arról, hogy messze nem egy formák ízvilágba, meg állagba, meg színbe sem, tehát nagyon különböző pityókástokányokat kóstolhattunk. Na hát én elmondhatom azt, hogy az eddig általam szerkesztett könyvekből, és ugye a hét megjelentből kettőt nem én szerkesztettem, az összes többit én. Hát az öt általam szerkesztettből mindegyikben van például töltött káposzta. De két egyforma töltött káposzta nincs, tehát valami pici eltérés van a kettő között. Mit tud, ha egyéb nem, akkor az egyik a hagymát nem díszteli, vagy nem egy fej hagymát, hanem kettőt díszteli, vagy valami ilyesmi. Tehát, de mindenképp van eltérés. Vagy nem is tesz hagymát. Vagy nem is tesz hagymát, olyan is van, így van.
És Alcsi Szent Márton. Az Alcsi Szent Márton csapathoz. Nem tudom, mert virágkölteménynek nevezem, vagy zöldségkölteménynek. A kedves hölgyek is oda tették magukat, mind tálalás tekintetében, és szerintem íz tekintetében is a prémium minőséget alkottak, de ezt alátámasztjuk, miután megkóstoltuk a tokányokat, úgyhogy én azt mondom, hogy asztalhoz, hölgyeim, hölgyem és uraim. Mi finom. Van, azt kerestem. Ti milyen burjányokat tettetek belé, mert ebbe is zöld van. Petrezselyem zöldet. Igen, még szép szépen. Babérlapé. Mosóba jövünk vissza. Nagyon finom. Kolbászt is kóstoljátok meg. Kolbászt is nagyon finom. Én azzal kezdtem. Több helyen jeleztük, hogy vissza fogunk délni, de mi lesz ebből, amikor minden 8-at végig kóstoljuk. Nagyon finom. Nagyon finom. Szeretem ezt, hogy ilyen bőlével van elkészítve. Kolbászt, hús, mindenet. Én azt mondanám, hogy ez abszolút a férfiak kedvence, amikor kétféle hús van, úgy egész napra úgy megadja a löketet, az energiát, úgyhogy rendkívül laktató finom, és a savanyúságok azok elképesztően. Egyrészt én is, mint sokan mások, szeretünk jót enni. Nem túl sokat, de finomat és jót. Na már most azért nálunk itt Székelyföldön, Erdélyben azért nagyon sokféle íz van. Rengeteg kiegészítőt használnak, rengeteg fűszernövényt használnak. Mondjuk egy alföldi egytál ételhez képest az erdélyi székelyföldi konyha az sokkal színesebb. És hát nyilván, hogy van néhány olyan büszkeség, ami csak nálunk van, vagy súlypontosan Székelyföldön nálunk. Hát például az egyik kedvencem az a kapros, lucskos káposzta füstölt ódalossal. Tehát nem tudom, hogy máshogy van vele, nekem a nyál összegyűl a számba, amikor erre gondolok. De hát bizonyára mindenkinek vannak kedvencei, így nekem is. És hát találkozik ez a kedvesség, találkozik egy olyan törekvéssel, ami kiadói sorozatot hozott már létre, ez a Baróti Tortoma könyvkiadó és Szakács könyv sorozata, amelynek külön érdekessége, és ez kiemelendő, hogy nem csak recepteket tartalmaz, nem csak fotót a receptekről, hanem megmutatja azokat a személyeket is, nem csak asszonyokat, hanem már férfiakat is, akik szeretnek és tudnak főzni, akik a konyha titkakat, azokat a közelébe viszik. Ilyen szempontból talán egyedülálló, én nem láttam máshol ilyen jellegű kezdeményezést, ilyen jellegű szakácskönyv sorozatot, és hát ha sorozatról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy sikersorozat. És nézzük, hogy az erdővidéki asszonyok milyen finomsággal készültek ma, milyen finom pityókás tokánnyal pontosabban. Étel előtt, ugye, erdővidéki? Mielőtt megkóstolnánk a köszönjük szépen! Szépen tálalt. A végén, rendben. Tokánt. Azt megjegyezném, hogy nagyon szépek a kötények. Tehát ez le a kalapokkal, ez már egy plusz pont csak szó. De ez a kötény az ide való mintakincs? Felső Rákosi. Nem erdővidéki, Felső Rákosi mintakincsből való. És ezt nevezik szedettesnek? Igen, ezt a csillagos. Értem. Aha. Megesszük, akkor tovább nem tudunk. Hát jó ezt tudni, jó ezt tudni. Jó étvágyat kívánok. Kenyérrel, igen. Kenyérrel. Én nekem kenyérrel. Én is kenyeresök, de nem rontom el. Nem rontod el? Pedig kunkolni olyan jó benne. Igen, Igen. Én erre a pityókás tukánra azt tudom mondani, hogy ez az egyszerűségében a nagyszerű. Igen. Az én nagyanyám őszintén, amikor megláttam és megkóstoltam, nagyanyám jutott eszembe. Tudnélik, nagyanyám főzte örökké úgy a pityókás tokányt, hogy egy picit sűrűbbre. Tehát itt mi villát kaptunk kóstolónak a tányér mellé, nem kanalat, mert annyira sűrűre el van főzve, hogy egy kicsi kenyérrel tunkolva lehet villával enni. Megvallom őszintén, én ezt az állagot soha nem tudtam elkészíteni pityókás tokányból.
Na, mindig törekedtem, tehát próbálkoztam egy jó néhányszor, mert egyszerűen nem tudom azt, itt most ők is ugyanolyan pityókából főztek, mint a többi, nekik sikerült elfőzni, máshol nem. És nagyon finom, tehát nagyon jó ízű volt. Ti mondtok-e még valamit? Én csak annyit mondanék, hogy jövök vissza, úgyhogy nagyon messze ne tegyék a tálat. Azt tapasztalom, hogy itt legalábbis Székelyföldön az, amitől a székely ember jól lakik, azok a régi ételek, a hagyományos ételek. Viszont nagyon szívesen kalandoznak, és kipróbálnak új ízeket is. És így tudott megtörténni, hogy ugye, sőt, vannak ételek, amelyek szépen besimultak a székely konyhába, és gyökeret vertek, és most nagyon jó étvággyal fogyasztjuk. De hát ez mindig is így volt. Tehát most egy példát mondok, ott van az olasz konyhából a pizza, meg ott van a bolognai mártás spagettivel, ugye. Hát ezt nagy előszeretettel főzik bármelyik székely családba, bármelyik székely konyhába, és már úgy beszélnek róla, hogy én a bolognait úgy szoktam, hogy. Tehát úgy, mint a pityókás tokájról, hogy én még teszek ezt is bele, én még azt nem teszek bele. Szóval, hogy mondjam, most már ez ilyen egészen magunkévá kezdtük tenni, vagy például a mexikói ízeket, a mexikói csilisbabot, vagy a chili con carne-t nagy előszeretettel főzik, ami hát jó messzi van. Most nem beszélek az olyan nagyon-nagyon idézőjelesen elvetemült dolgokról, mint például a sushi. De ilyet is főztek. Ilyet is főztek, vagy lazacot, vagy mit tudom én, tengeri herkentyűt, tehát bármit. Egyébként ezzel kapcsolatosan nekem volt egy nagyon jó kísérletem, úgymond, hogy Gyergyóba az örmény ifjúsági szövetség, vagy nem tudom, valami csoportosulás meghívott, hogy segítsek nekik pizzát sütni, meg akarnak tanulni pizzát sütni. És mondtam, hogy jó, de akkor sütünk olasz pizzát, hogyha megtanuljátok a magyar szalonnás, hagymás, túrós lepényt, ha megkóstoljátok, akkor lesz pizza. Kicsit gondolkoztak, és azt mondták, hogy na, jó, legyen. És akkor én szépen megmutattam nekik, hogy ne látod, gyúrjuk szimultán az egyiket, az egyik lesz a pizzának az alaptésztája, a másik lesz a szalonnás, hagymás, túrós lepényé. És akkor mondtam, hogy ebbe teszünk zsírt, abba teszünk olívaolajat. Miért? Azért, mert nekünk zsírunk van, mert mi disznót tartunk, onnan van a zsíradék. Az olaszoknak ott vannak a nagy olajfaerdők, nekik olaj van, olívaolaj, ők azt tesznek. Mibe különbözik a tésztája? Ennyibe. És akkor a feltét, ugye nekik sok a zöldség, sok a paradicsom, hát nyilván azt tesznek rá. Nekünk abból kevesebb van, de amink van, az a hagyma. Mi hagymát teszünk rá, és szalonnát teszünk rá, nem szalámit vagy sonkát, mert az nekünk nemes hús, az drágább. Mi szalonnát teszünk rá, meg túrót, amiből sok van. És akkor megsütöttük, és akkor azt mondták, hogy Aliz néni, süssünk még olyan szalonnást, mert az olyan finom. Na, és a végén szalonnás sütöttünk, nem pizzát, mert a szalonnás érdekesebb volt és finomabb volt, mint a pizza. Na hát, ennek az a csajdorom. Ennek van egy kisebbik társa is. A piroska dorom. Megmutatom ezt. Nem?
Mint sok más ügyben, itt is van egy ilyen Gauss görbe, hogy visszatérnünk. Visszatérnek az emberek, látom azt, érezzük azt, hogy reneszánsza van a régi, hagyományos ízeknek. Nagyon sokszor találkoztam faluhelyen, amikor ezekből a szakácskönyvekből főztek asszonyok, és akkor mondták, hogy jé, hát ez pont olyan íze van, mint nagymamám idejében. És ennek van egy visszatérő jó érzése, jó hulláma. Én azt gondolom, hogy ezt segíteni kell, mert íme ebben a sorozatban is kerülnek elő olyan receptek, amit már rég mások elfelejtettek, de mi még a gyerekkorunkból tudunk, itt éppen elhangzott ezen a mai napi könyvbemutatón, hogy a hagymatokány recept. Ugye, hát mert szinte el is felejtettük, pedig gyerekkorunkban azért milyen gyorsan édesanyánk egyrészt olcsó kis pénzből meg lehetett oldani, és gyorsan vacsora került a hagymából. Hát különösen itt Székelyföldön a kultúrához hozzátartozik, hiszen itt Székelyföldön az a szerencsés helyzet alakult ki a történelem során, hogy rengeteg sok és hosszú időn keresztül rengeteg sok nép találkozott egymásot a székelyek mellett. Ott vannak a gyergyói örmények, vagy a zsidók, vagy a szászok, akár a románok, akik különböző ízeket hoztak ide be a mi konyhánkra, és ezek a gasztronómiai interferenciából nagyon-nagyon finom étkek és különleges ízek alakultak ki. Én ennek személy szerint kifejezetten örvendek, hogy sok más hátránya mellett azért van ilyen előnye is ennek a térségnek. A mikóújfalusi csapathoz érkeztünk, és jól emlékszem, ez egy picit pikánsabb, ugye ez a pityókástokány, kóstoljuk meg. Kóstolgatok, tényleg jól lakom. Ennek megvan a smakja. Tényleg? Ebbe is van celler? Igen. Ja, hogy ez egy kicsit zöldséges. Igen. Sigon minden este vacsora. Szeretnék gratulálni a mikói falusi asszonyoknak is, hiszen valóban finom tokányt készítettek. És valamit elmondtam az imént, hogy pikáns ízt ígértek, hát megkaptuk, viszont nem annyira pikáns, hogy ne lehessen megenni, hanem ez a finoman, lájtosan pikáns. Én, aki nem szoktam nagyon csípős ételeket enni, simán elfogyasztanám bármikor, mert valóban kellemes, nagyon kellemesen csípős ez a tokány, úgyhogy Én nekem nagyon ízleti, hogy bentük vele. Ez a gazdag, zöldséges ízvilág érvényesült benne, ettől különleges ez a pityókástokány. Ezeket én rendkívül fontosnak tartom. Egyrészt ez a közösségformáló ereje van, meg kapcsolatok szempontjából, mert egy-egy ilyen, mondjam azt, örömfőzés alkalmával kapcsolatok kötődnek, barátságok szövődnek, olyanok, amik megmaradnak hosszabb távon is. És ez nagyon-nagyon fontos, főleg az egész eseményen résztvevő emberek szempontjából. Hát ezek az asszonyok olyan hálásak voltak, és annyira örültek, hogy ők eljöhettek ide, és megismerhették a többi asszonyt is, akik ugyanolyan, illetve hasonló könyvbe megjelentek egy-egy étellel. Annyira hálásak voltak ezért, és annyira örültek ennek, hogy azt nehéz szavakba önteni. Akik azt mondták, hogy olyan főztek, amire még ők is kíváncsiak, hát akkor mi még mennyire kíváncsiak, de ez még azt. Minden van benne, ami jó és finom. Úgyhogy... Kóstolják. Fiúk, ti nem kóstoltok? Dehogy nem, csak mi. Itt van a tányér. Szedjek? Egy keves. No. Itt van. Nagyon köszönöm szépen, hogy a dobosiak eljöttek testvérvárosunkból, és megtiszteltek jelenlétünkkel, és a főztünkkel is. Ez már egy élmény, úgyhogy ezt külön köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy ha az a szeretet bele van téve a készítésében, mint amilyen szeretet van a két város lakosai között. Köszönöm szépen. Lájtos. Ez egy ilyen húsos paprikás krumpli nálunk, no kedvis. Igen, ez paprikás krumpli. Ez az, amit mi, csak éppen hús is van benne. Igen.
nemi hús nélkül szoktuk. Igen, érdekes. Egy különleges ízélmény, különleges pityókás tokány, paprikás krumpli, hússal. A szakásnők is azt mondták, hogy ők még ilyet nem ettek, úgyhogy ez egy tökéletesen sikerült étel, úgyhogy gratulálunk önöknek. Ezeknek a könyveknek az igazi értéke úgy 30-40-50 év múlva mutatkozik meg. Amikor, mit tudom én, mondjam azt, hogy egy szakembernek a kezébe kerül, mert mit mondjak, tehát igen nagy képűség lenne azt mondani, hogy mi magunk el tudjuk dönteni egyik ételről, hogy hagyományos vagy nem hagyományos. Miért? Tehát a hagyományos definíciója hivatalosan még meg sincs, tehát meg se fogalmazták azt, hogy mi az, hogy hagyományos, nem az, hogy ételre vonatkozóan mi az a hagyományos. Viszont ezekben a könyvekben mi minden olyan ételt, amelyiket nagy valószínűséggel a készítőjének a nagymamája is ugyanúgy készíthetett, vagy mondja is, hogy a nagymamától tanulta, azt mi ilyen hagyományos jellel, ikonnal látjuk el. Tehát aki szerkesztette, Kolumbán Hannak szerkesztette a grafikáját, és Hannával készítettünk ilyen jelet, ami mutatja, hogy az a hagyományos, és minden ilyen recept mellé oda tettük. Plusz ugye, ami fontos néprajzosok szempontjából, hogy benne van a készítőnek az életkora. Tehát erről, ezekből néprajzosok messze menő következtetéseket tudnak majd a majdani néprajzosok. Úgyhogy mi ilyen gondolatokkal indítottuk el ezt a könyvet, és igen, nagy valószínűséggel lesznek olyan ételek, amik 30-40-50 év múlva már nem lesznek használatba, illetve gyakorlatba. Tehát ez olyan, mint hogy most olvassuk, mit tudom én, kicsit rossz példa, a Bornemisza Anna szakácskönyve, de abban vannak olyan receptek, ami úgy kezdődik, hogy végy egy ökröt. És akkor elérkeztünk az egyetlen férfi csapathoz, a szerintést, a szerintem a részeket elnézem, és közben, amíg főztek, én ellapozgattam ezt a szakácskönyvet. Vannak benne jó receptek, amit szívesen kipróbálnék, na de én most megkóstolnám ezt a pityókás tokányt egyelőre. Köszöntöm a davasi férfiakat. Jó leső érzés látni, hogy vannak ismerősök is a csapatban, és vették a bátorságot, és ennyi hölgy között vállalták ezt a nemes feladatot. Jó, közben mind a székelyember előtte közben után. Előtte Pálinka, közben Bolcsa Vigy. Hát jó, akkor majd szállja. A színe az nagyon jó. A színe is, meg az íze is. Az íze jó. A hús az tökéletes. Egy kis savanyúság. Én mindazon aggódtam, hogy vajon pogácsa van, nem is. Igazi dabasi, kovászos kenyér. Dabasi kenyér? Dabas. Na, ezt igen, akkor dabasi. Meg kell kóstolni. Ezt megkóstoljuk akkor, ha dabasi kovászos. Ez van. Is egy picit, mintha pikáns lenne, nem? Enyhén pikáns, így van. De nem, tehát igen. Úgy gondoltuk, hogy azért nem túl, mert akár hölgyek meg... Gyerekek is ehetnek belőle így. Nagyon jó. Ez egy ilyen lecsós alapról indult, ugye, paprika, paradicsom is. Hát van, picike van benne, tehát pörköltbe, ami illik a pörköltbe. A mi ízünk szerint. Hát most. Ezért itt elmondanám még ennél az ételnél azt, hogy ez hozza a jellegzetes magyaros ízvilágot, paprikásabb, mint itt bármelyik, még enyhén pikáns, és amennyi pörköltöz illik, annyi hagyma, paprika, meg paradicsom. Le az összes kalapokkal! Készül barcasági szakácskönyv, ahhoz is gyűjtik az anyagot, illetve Nagyenyed környéki szakácskönyv, és ami nem is Kárpát-medence, hogy 100 bécsi recept, 100 bécsi magyar háziasszony. Szintén ebben a sorozatban bízom benne, hogy jövő ilyen korra már sikerül letenni az asztalra. Ez már elkezdődött ennek a gyűjtése.
Van még szó budavári szakácskönyvről, van szó budafoki szakácskönyvről, tatabányairól is. Tehát ezt lehet, horvátországi magyar szakácskönyvön is gondolkodunk, ott is van erre fogadókészség.